Jó napot kívánok! Nézzük meg ma, hogy hogyan lehet Microsoft Outlook-ba felvenni címlistákat, vagy hát itt úgy hívják, hogy terjesztési listákat. Itt baloldalt fel van sorolva, hogy itt a levelekben vagyunk, de át lehet menni a névjegy albumba. És itt láthatjuk, hogy van néhány darab névjegyünk már, tehát nekik lehet egyesével küldeni levelet. Itt az újnál van olyan, hogy terjesztési lista, és akkor itt meg lehet nevezni a listát, az lesz neve, hogy mindenki, és akkor a tagok kiválasztásával a Ctrl gombot nyomva tartva összeválogatjuk az összes embert, felvesszük tagoknak, oké, okay, és itt megnyomjuk a mentést. És már létre is jött egy új név, akinek az a neve, hogy mindenki és csoport, tehát itt már csoportnak hívja, nem terjesztési listáknak. Visszamegyünk itt a levelezésbe, új levél, és akkor itt, ha elkezdjük gépelni minden, hát ez nem az lesz. Igen, kiválasztjuk a mindenkit a címzethez, oké, okay, jó. Akkor itt már mindenki benne lesz, ha ezt megnyomjuk, akkor ki is bontja őket, de akkor már mindenki külön lesz. Igen, most már megtanultak mindenki, jó. És akkor így elküldő a levelet, mindenki megkapja, aki ebben a terjesztési listában szerepel. Menjünk vissza a névjegyalbumba. Hát itt dupla kattintva rá, kinyílik ez a terjesztési lista szerkesztés, magyarul a csoportnak a szerkesztés, hogy itt egyesével itt lehet eltávolítani tagokat, meg új tag hozzáadásával, új fel lehet venni, tehát itt karba lehet tartani a listát, és akár több ilyen lista is lehet, nem csak olyan lehet, hogy mindenki, hanem egy olyan listák is lehetnek, amiben csak néhányan vannak benne. Arra érdemes odafigyelni, hogy 10 embernél többnek levelet nem érdemes otthoni levelező programmal, mint például ezzel az Outlook-kal küldeni, hanem ott érdemes levelező listát használni, illetve hogy körüzenetben olyan csatolt fájlt, ami néhány megabájtnál, mondjuk 5-nél nagyobb, hát azt nem érdemes elküldeni, hanem akkor ott szintén már valamilyen speciális megoldást érdemes alkalmazni. Hát minden jót kívánok, viszont hallásra, látásra!